Csárdi Antal és Barkóczi Balázs a vendégeink. Jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy náluk, vagy nálunk kezdik a napjukat. Hát most rengeteg téma van. Kezdjünk szerintem azzal a tegnapi hírre, hogyha reflektálnának, hogy mennyire elégedettek ezzel az egyességgel, mely szerint nem lesz hetedik frakció ezek szerint most. Ugye van egy ilyen féligéret benne, hogy győzelem esetén esetleg elgondolkozhat Márki-Zay Péter arról, hogy egy új frakciót állít össze. Cserébe viszont akkor ő dönt fontos kampánykérdésekben. Nagy vita volt? Milyen információk jutottak el önökhöz, hiszen pártelnökök egyeztettek, de mit tudnak mindenről? Hát szerintem ezek inkább ilyen félinformációk, amiket a sajtó megfuttatott, és egy kicsit fel is fújt. Nyilvánvalóan vannak viták, de hát ez a szép ebben az ellenzéki összefogásban, hogy szemben mondjuk az országot 12 éve, hát nem kormányzó, hanem inkább rondba döntő pártszövetséggel, a Fidesz-szel és a KDNP-vel szemben, mi tudunk és merünk egymással vitatkozni. Nyilvánvalóan volt egy megállapodás az előválasztáson, ezt a megállapodást, ez hat párt és szervezet kötötte egymással, amiben ugyanúgy benne volt az LMP, mint a Demokratikus Koalíció. Ehhez a megállapodáshoz a pártok nyilvánvalóan kötik magukat, hiszen ennek tükrében és ennek fényében is ez alapján, a játékszabályok alapján vezényeltük le ezt az egész előválasztási folyamatot, aminek a végén kijött a közös miniszterelnök jelölt Márki-Zay Péter, tehát amellett, hogy a pártok és a pártok frakciója és a pártok tagsága és szimpatizánsai, aktivistái mindenben kell, hogy támogassák a miniszterelnököt, emellett pedig nyilvánvalóan az új parlamentet, vagy az új kormányzatot elsősorban ezek a pártok és pártszövetségek fogják adni. Ugye említettük Mártival pont itt a pultnál, hogy fél időhöz érkezett az az időszak, hogy ugye Márki-Zay Pétert megválasztották, és meg a választásokig ugye pont ugyanannyi idő van vissza. Hall az ember azért olyan véleményeket, álláspontokat, hogy egy kicsit, mint hogyha megcsúsztak volna, korábban kellett volna, vagy gyorsabban kellett volna dolgozni, önök ezt hogy látják? Hát ugye erre a kérdésre az idő ad majd választ, de én azt mondom, idő? Hát az eredmény fogja megmondani, hogy megcsúsztunk-e. És én azt állítom, hogy ilyen hosszú kampányt még Magyarország nem látott, hiszen lássuk be, hogy az előválasztás teljes folyamata, annak a kampányidőszaka, kifejezetten az előválasztási kampányidőszaka, az előválasztás teljes folyamata mind a két fordulóval, és egyébként ugye gyakorlatilag az előválasztást követő időszak szintén része a kampánynak, tehát én azt gondolom, hogy tiszteletben tartva azokat a véleményeket, hogy megcsúszott az ellenzék, én ezzel vitatkoznék, hiszen soha ilyen hamar és soha ilyen intenzíven nem jellemezte a választás előtti időszakot kampány, mint most. Egy picit segítsenek nekünk megérteni azt a háttérmunkát, ami a háttérben zajlik, hogy amikor azt mondjuk, hogy közös kampány indult el, akkor például egyeztetik-e azt, hogy ki miről fog sajtótájékoztatót tartani, kinek milyen ügyben van mondandója, és az egy közös, hogy is mondjam, szólam lesz-e aztán valamennyi ellenzéki jelölt képviseletében. Csak két példát mondok. Tegnap ugyanúgy szó volt arról az államadósságról, 42 ezer milliárdos államadósságnak a kezeléséről, mint ahogy szó volt a Völner ügyről, tehát mennyire tudatosak, és ki mondja meg a nap végén, hogy ma mivel fogunk foglalkozni? Hát egyértelműen tudatos, ugyanis a pártok kommunikációs szervezeti összedolgoznak, ez napi szintű munkát és napi szintű koordinációt jelent. Itt is a Márki-Zay Péter pontosan csapat mondja meg a végső át vagy a bét? Nem, a hat párt és a Mindenki Magyarországa mozgalom, tehát ez a hét szervezet együtt dönti el egy ilyen napi reggeli kommunikációs megbeszélésen, hogy éppen aznap vagy azon a héten mik lesznek a témák, hova megy a miniszterelnök jelölt kampányolni, most például országjárásba kezdett, egy kicsit hagy legyek olyan szent, akinek maga felé hajlik a keze hozzánk, például a 15. kerületben január 15-én jön 16 óra 45 perckor, úgyhogy Újpalotán a főtéren várunk mindenkit, aki találkozni szeretne velem és Márki-Zay Péterrel. Tehát megvan ez a folyamat, de hát nyilvánvalóan vannak azok az ügyek, amiket a pártoknak saját maguknak kell feldolgoznia, főleg, hogyha már megemlítette ezt a tegnapi Völneri feljelentést, amit ugye a Demokratikus Koalíció tett, akkor én egyértelműnek tartom azt, vagy világosnak tartom, hogy egy pártpolitikus, vagy az egyik az ellenzéki összefogást adó pártnak a politikusa fogja ezt a sajtótájékoztatót megtartani. Emellett persze a minimum program pontja, amikor már volt is szó, oktatás, egészségügy, szociálpolitika, a hét szervezet szakpolitikusai tartják egy ilyen vetésforgóban,
ami teljesen természetes. Ugye ez volt, elnézést, még egy mondat, ez is volt velünk szemben a kritika, hogy miért ültünk le annyira az előválasztás után. Egyáltalán nem ültünk le, folyt egy nagyon komoly szakpolitikai munka, és annak az eredményeit most a választók elé tárjuk, amellett pedig nyilvánvalóan a pártok egyenként reflektálnak a napi politikai történésre. Mit lehet most tudni Völner ügyről? Hát a Völner ügyről annyit lehet tudni, hogy mi a legfelsőbb ügyészséghez adtunk be egy feljelentést. Egész pontosan ez a feljelentés úgy szól, hogy hivatali visszaélés, hivatali kötelesség megszegése miatt hivatali visszaélés bűncselekményi gyanújában tettünk mi feljelentést, ismeretlen tettes, és nagyon fontos, hogy bűntársai ellen, mert a demokratikus... Lefordítva ez azt jelenti, hogy azt kifogásolják, hogy... A demokratikus koalíció úgy gondolja, hogy az ügyben eljáró ügyész egyrészt megszegte a hivatali kötelességét, amikor nem kért kényszerintézkedést a bíróságtól Völner Pál ellen, ennél jóval kisebb súlyú ügyekben is már vagy előzetes letartóztatást, vagy házi őrizetet el szoktak rendelni, és így visszaért a hatalmával, vagy visszaért a hivatalával, hiszen jogtalan előnyhöz juttatta Völner Pált, ugyanis Völner Pál esetében fennáll ugye a bűnismétlés veszélye, hiszen Völner Pálnak az államtitkári fizetésénél jóval többet jelentettek ezek a 2-5 millió forint közötti bevételek, de amit Sádő Györgyel. Ha már nincs pozícióba, akkor okafogyottá válik. Hát azért az, hogy valaki elveszti formálisan a pozícióit, viszont informálisan megmarad az a kapcsolathálója, az ugye két különböző dolog. Akkor Völner Pál esetében fennáll a szökés veszélye. Ugye az ügyészség azt szokta vélelmezni, még hogyha kiskorú gyermekről is van szó, hogy az elkövető akkor a kiskorú gyermekével fog megszökni, nem fogja elhagyni a családját, és ezért alkalmaz a kényszerintézkedést vele szemben. Ez Völner Pálnál szintén nem történt meg, és nála ráadásul az eljárás befolyásolásának a veszélye is fönnáll, és az ügyészségnek pontosan kellett azt tudnia, hogy a magyar bírósági gyakorlat az, hogyha valakire főleg ilyen jellegű korrupciós ügyben kényszerintézkedést kérnek, akkor azt a magyar bíróság 98%-ban el szokta rendelni, tehát vélelmezzük, hogy itt történt egyfajta politikai befolyásolás, hogy Völner Pál Simonka Györgyhöz hasonlóan még bejárkálhasson a parlamentben, és szavazzon azokban a kétharmados törvény javaslatokban, ami Orbán Viktornak fontos még a választás előtt, horribile dictu, mondjuk a választási törvény megváltoztatása kapcsán. Hogy Csárdi úr is meg tudjon szólalni, meg hát ugye mindkettőjüknek a véleményére kíváncsiak vagyunk, hogy Gattyány György pártját most már nem csak, hogy bejegyezték, hanem nagyon-nagyon karakteresen kiállt országvilág elé, és közölte azt, hogy van neki 5 pontja, és nagyon szeretne az ellenzéki pártok vezetőivel leülni és tárgyalni, mert hogy idézem, célom a kormányváltás biztos és zökkenőmentes megvalósítása. No, hisznek-e Gattyán Györgynek, és önök szerint lesz-e találkozó? Én nem zárom ki, hogy legyen találkozó. Értelemszerűen a pártelnökök nevében senki nem nyilatkozhat. Ugyanakkor egy gondolatot még az előző ügyhöz hadd fűzzek hozzá. A Völner ügy nagyon-nagyon átélhető módon mutat rá arra, hogy hogyan történtek meg végrehajtások, és ezeken keresztül kilakoltatások a devizakárosultak rovására az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy azoknak a jogi eljárásoknak, amik folyamatban vannak, ezekre egyértelmű választ kell adni. Egyértelmű választ kell adni, hogy azok a visszaélések, amik a végrehajtók kapcsán felmerültek, mennyire voltak támogatottak ilyen magas szintről. Bocsánat, ezt nagyon fontos volt elmondani, mert a devizehitel károsultaknak a helyzetét, ezt jelentősen nehezítette az a helyzet, hogy gyakorlatilag a végrehajtóknak a túlnyomó többsége kiskirályként sokszor a jogszabályokat egyértelműen felrúgva járt el. Visszakanyarodva a Gattyán helyzetre. Csatlakozni tudok képviselő úrhoz, én sem nyilatkoznék a hat párt vezetőjének a nevében. Nyilvánvalóan erről majd egy hatpárti konszenzus lesz, hogy szóba állnak-e Gattyán Györggyel. Örülök neki, hogy Gattyán György is érdekelt a kormányváltásban. Én ebben tamáskodnék azért egy picit.
Köszönjük szépen. Azt ígértük, hogy ezzel is foglalkozunk, hogy az ellenzék az drasztikusan csökkenteni az élelmiszereknek az áfáját, hiszen 25-30%-kal három lépcsőben emelkedett idén például a baromfi termékeknek is az ára, de megnövekedett takarmány és a rezsiköltségek miatt. A húsiparosok szövetségének elnöke szerint drágul a sertéshús is, az MSZP szerint a kormánynak lehetősége lenne, hogy lengyel példára csökkentsék az élelmiszerek áfáját, mégsem tesz egyelőre semmit. Nézzük meg erről egy összefoglalót, aztán innen folytatjuk. Sertéshús szeletelnek ebben a budapesti boltban. Az infláció miatt további áremelkedés várható az élelmiszer ágazatban. Változó, egyszer drágább, egyszer olcsóbb. Szomorú dolog a nyugdíjakat, ha hozzámennék, akkor nem lenne gond. Nem elégedett az ember azzal soha, amibe kerül. A húsiparosok szövetsége szerint a sertés ágazatban nőttek a takarmányárak, amit a vásárlók is érezni fognak. 25-30%-ra becsüljük a költségnövekedés nagyságát. A Baromfi Termék Tanács elnök igazgatója szerint nekik is nőttek a költségeik, így idén három lépcsőben emelik az árakat. Ez több lépcsőbe fogja megvalósítani a kereskedelem, vélhetőleg egy itt valahol január vége felé, egy pedig majd valamikor akkor a tavaszi időszakban várható, és még valószínűleg ekkor is szükség lesz egy nyár elejé áremelésre. A szakértők szerint az áremelkedések felemésztik a béremeléseket és a nyugdíjakat is. Mi lenne a teendőnök szerint, hogy az élelmiszer árakat kicsit kordába lehessen tartani? Azt gondolom, hogy ott kell elkezdeni ezt a beszélgetést, hogy elmagyarázzuk a kedves nézőknek, hogy egy fogyasztási típusú adó a kialakult ára mindig pluszban rakódik rá. Így vagyunk az áfával is, tehát kialakul egy ár, és erre rakódik rá az általános forgalmi adó pluszban. És az ellenzéki együttműködés pártjainak az az álláspontja, hogy az alapvető élelmiszerek kapcsán, amit mindenki letesz az asztalra, és ahol egy olyan helyzetet kell előállítani, hogy a lehetőségekhez képest a mindenkori kormány biztosítsa a minél könnyebb elérését ezeknek a termékeknek, és ezen belül is a jó minőségű alapvető élelmiszereknek az elérésére, azt gondoljuk, hogy az alapvető élelmiszereket nem terhelheti 27%-nyi, tehát több mint egy negyednyi árdrágító fogyasztási adó, ezért az alapvető élelmiszerek áfáját a legkisebb kulcsra, tehát az 5%-ra kell mérsékelni. Van-e arra bármi garancia, hogy ezt nem fogják utána a kereskedők ugyanúgy majd magukévá tenni, hiszen emelkednek az árak, tehát ez tényleg árcsökkentés jelente? Pont ezt bocsánat, csak ugye a sertéshúsnak az áfája emlékeim szerint 5%, egyébként aztán semmivel sem lett olcsóbb, amikor 5% lett az áfa. Egyrészt, amikor 5% lett az áfa, akkor csökkent az ára, ezt higgy el nekem, én napi kapcsolatban vagyok a piaccal, és Higgyel, tényleg. Tehát, én is szoktam vásárolni. Tehát, hogy... De hogy én nem csak vásárolni szoktam. Ugye a piacában kapcsolatban. Gyakorlatilag én 25 évet töltöttem a kiskereskedelemben, tehát egy olyan kapcsolatrendszerrel rendelkezem, amin keresztül én pontosan tudom követni ezeket a folyamatokat, és higgyel, amikor csökkentették a sertéshúsnak az áfáját 5%-ra, akkor ezek az árak lementek. Ha visszagondolunk az előző bevezetőre, akkor ott is az hangzott el, hogy az árnövekedésnek kézzelfogható okai vannak. És én azt gondolom, hogy itt a verseny az, ami biztosítja azt, hogy egy áfa csökkentésnek az ár csökkentő hatása az meg fog jelenni. Higgy el nekem, bocsánat, egy fél mondat, hogy én nekem sokkal többet hoz, hogyha én alacsonyan tudom tartani az áraimat, hiszen sokkal többet tudok eladni belőle kereskedőként, ezáltal nagyobb nyereségre teszek szert. Önök támogatják ezt, illetve hisznek abban, hogy egy növekvő piac mellett, ahol takarmányára, földgázára növekszik, eleve van egy növekedés, ez egy megoldás lehet, és nem fog mégis ugyanúgy megjelenni az árnövekedés? Természetesen, és képviselő urat, egy dologgal hadd egészítsem ki, hogy az milyen érdekes, hogy amikor a
Fidesz kormánynak valamiféle elképzelt ellenféllel szemben kell hadakoznia, például nem változtató óvodásokkal, vagy senki által nem látott migránsokkal, akkor milyen hatékony és teleplakátolja az országot, és mihelyt jön az infláció, az ön által is említett államadóság, a borzalmas járványkezelési adatok, vagy az, hogy a Sertéshúsára most a év végén már 30%-kal emelkedett, és a szakértők szerint még fél évig emelkedni fog, akkor hirtelen elvérzik, és mindez a tisztességesen dolgozó magyar embereken csattam. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltak velünk ma reggel. Köszönjük szépen.